Bárki beállhatott görög táncot tanulni, akinek kedve volt elsajátítani a lépéseket. A gimnáziumok éjszakáján mindenféle nemzetiség táncába betekintést nyerhettek az érdeklődők. Az aula megtelt, sokan érdeklődve figyelték a tanulást, miközben a lilahagymás zsíros kenyeret majszolták és forró teát kortyoltak. Az előtérben is zajlott az élet, itt a gyerekek vérre menő meccseket játszottak a csocsó asztalnál, mások pedig az Xboxban mérték össze ügyességüket. De a többi teremben is számos fajta szórakozási lehetőség várta a gyerekeket, de nem csak őket, hanem az öreg diákokat, tanárokat és szülőket. Azonnal elöntötte a résztvevőket az adrenalin, ahogy bezárult a terem ajtaja, és csak a feladatok helyes megoldásával nyílt ki újra. Igen, ez a szabaduló szoba. Tartsanak velünk! Hány szint látunk ezen a... Kettő. Három. A gyerekek élvezték az érdekes, logikai, nyelvtani feladatokat, és magát azt a tényt, hogy be vannak zárva. Kristóf nagyon izgult, hogy vajon kijutnak-e a gimnáziumból péntek este. Kicsit furcsa, izgultam, hogy ki tudunk szabadulni. Milyen feladatok voltak? Volt olyan, amikor optikai csalódások voltak, azok furcsák voltak. Volt olyan, amikor ki kellett találni, hogy egy képen milyen állatok vannak. Volt olyan, hogy ki kellett rakni a kirakót, és a végén úgy jött ki a kódja az árnak. Melyik feladat tetszett a legjobban? Amikor az optikai illúziók voltak. Azt nehéznek találtad? Szerintem nem, mert én otthon is szoktam ilyeneket nézni. Többen akartak kiszabadulni a gimnáziumból, a csapatok gyülekeztek a terem előtt. Volt, aki az egész családját elhozta a programra. A gyerekek nagyon izgultak, mert még nem voltak szabadulószobában. A szabadulószobát választottuk, nagyon szeretjük ezt a játékot, többször próbáltuk már máshol is, és úgy gondoltuk, hogy itt is kipróbáljuk. Én még soha nem voltam szabadulószobában. Miért jó ez a program? Azért, amikor ránk zárták az ajtót, az nem volt jó érzés. Az nem, azért izgalmas, hogyha sikerül kiszabadulni. Ha nem sikerül, akkor kinyitja valaki, tehát azért nem maradunk ott, de igyekszünk. De eddig több-kevesebb sikerrel azért elég jól mentek a feladatok máskor, máshol. Van olyan, ami matematikai feladat, valamit keresgélni kell, van benne egy kis ügyesség, sokféle. Várjuk, nagyon szeretjük az ilyesfajta játékot. A gyerekekkel még nem voltunk ilyen programon, és hát a Hunor is ide jár ebbe a gimnáziumba, mint én annak idején, úgyhogy nagyon várjuk már, hogy együtt bemehessünk és kipróbálhassuk ezt a játékot. A gimnázium éjszakája elnevezésű rendezvény célja, hogy egy kicsit közelebb vigye a gyerekeket az oktatási intézményhez, miközben szabadidős tevékenységek széles tárházával ismerteti meg őket, de ilyenkor arra is lehetőség nyílik, hogy a gyerekek megmutathassák, miben jók, milyen hobbi tűznek, milyen szenvedélynek hódolnak. Lesz ilyen sakk bajnokság, vagy ilyesmi, lehet meg pingpongozni, csocsózni. És ezeket mind ki fogod próbálni? Hát igen. Tényleg? Hát már minden nap kipróbálom. Vannak alapprogramok, amiket tudjuk, hogy szeretnek a gyerekek, ami miatt szívesebben bejönnek. Tehát van kézműves foglalkozás, vannak logikai társasjátékok, kártyák, lehet ezt egy külön teremben, van filmklub, a sportolni vágyok, asztali teniszezhetnek, csocsózhatnak, illetve itt próbálunk összeállítani egy Xboxot a nagyképernyős tévén. Ha nem sikerül ezen, akkor majd más technikai megoldást keresünk rá. Itt szokta tartani minden évben a heti összejövetelét a Bátaszéki Sakklub, akinek a vezetője Rudolf László hexasak világbajnok, tehát tőle is tudnak a gyerekek ellesni fogásokat, megtanulhatnak, illetve csakkozhatnak. Próbálunk a tánctanításra is figyelmet fordítani, hogy a gyerekek kikerülve a különböző bálokban is feltalálják magukat. Az idei évben először egy görög táncot tanító oktatót hívtunk, ez is gazdagítja a programot, illetve saját kollégánk és a gyerekeink, akik különböző tánccsoportokban lépnek fel, a saját tánccsoportjaik egy-egy táncát tanítják meg a társaiknak. Harmadik éve csinálunk
a szabaduló szobákhoz hasonlóan Szabadulás a gimiből címmel programot. Ebből most már az idei évben két különböző szintet valósítunk meg. A kezdők jöhetnek a Szabadulás a gimiből egyes programra. Itt segítség is van, és sokféle logikai játékkal, de nem árulnám el a programokat, lehet kijutni, megtalálni a kulcsot, és kinyitni belülről az zárt ajtót. A fejlettebb verzió pedig három különböző teremben három kulcsot, és teljesen önállóan kell megtalálni. A segítség az a folyosón lesz kint, hogyha véletlenül nem találnak ki, akkor azért ki fogjuk engedni a gyerekeket, de úgy gondolom, hogy itt az önállóságnak is egy ilyen izgalmat keltő hatása lehet, amikor teljesen egyedül vannak benne, és úgy birkóznak meg a feladatokkal. Van, aki kifejezetten a tánc miatt jön. Az ténykérdés, hogy a szabaduló szobába ugye fél óránként lehetett bejelentkezni 3-5 fős csapatokkal, ott beteltek a helyek mind a kettőnél. A többi programot pedig próbálgatják, kóstolgatják, és hát amelyik jól, amelyik tetszik, vagy ahol barátokra lelnek, vagy ahol hasonló érdeklődésű gyerekeket találnak, akkor éppen ott maradnak a gyerekek, de váltják is. Tehát olyat nem lehet, hogy 6 órától éjfélig ugyanezt a programot választja valaki, hanem váltogatják. A gyorsaság a lényeg és a figyelem. A kézműveskedés mellett ismét, ahogy az elmúlt években is, előkerültek a társasjátékok. Az egyik asztalnál egykori gimnazistákat lehetett felfedezni, akik egy ügyességi társasjátékban mélyedtek el, az úgynevezett hüp-hüp hurrában. Keresni kell a számokat, ahogy fordítasz fel hármasával lapokat, azokból kell minél többet kidobálni a pakliból, és a végén azt számít, hogy a kezedben minél kevesebb kártya legyen, és az asztalon minél több kártyát rakjál le, és így fogjuk majd mínuszba számolni a pontokat. És azt számít, hogy ezt a paklit minél hamarabb lerakjad. Ezt úgy tudod lerakni, hogy innen is tudsz berakni a pakliba, és ide, innen fordítunk fel ide, és hogyha mind a 10 kártya innen elfog valakinek, akkor van a játéknak vége. Elég bonyolultan hangzik, mégis ez a kedvenc játékotok. Igen, egyébként elég bonyolult is volt megtanulni, de hogyha az ember megtanul, akkor ez egy nagyon jó játék, és órákig el lehet vele játszani. Kifejezetten erre érkeztetek ide a gimnázium éjszakájára, hogy társasjátékozzatok? Nem, igazából táncolni fogunk. A Dávid, a Péter tanárról mi fogunk néptáncot tanítani, német és magyar néptáncot. Az intézmény vezetősége úgy tervezi, hogy a nagy sikerre való tekintettel a gimnáziumok éjszakáját jövőre is megrendezik.